jönnek a túligérések. Csak azt nem tudom, hogy ha ezek az urak egy választásokon kormányzati pozícióba kerülnek, hogyan fognak elszámolni a nép előtt az ígéreteikkel. Azon kívül sok esetben másról sincs szó, mint gyalázni a kommunistákat. Most szidni az elmúlt 4 évtizedet, ezzel választást lehet nyerni, de egy országot a bajból kirángatni nem lehet. És ezért is mondtam és mondom, hogy a párt szempont, fontos szempont, kell a több pártrendszer, a szabad sajtó, a jogállamiság és ennek minden garanciája, a köztársasági elnök, tehát a kiegyensúlyozott jogállamiság, de kell hozzá ugyanúgy az önkormányzat is, és kellenek az integratív szervezetek is, a pártok fölötti szempontok is. Mert nem a párt több pártrendszer csak eszköz és nem cél. És amennyiben itt, ugye választások, programokon nem az fog előjönni, hogy kérem, milyen szigorú intézkedést kell csinálni, hanem az ígéretek jönnek. De itt akármiféle kormányzat jön, a szerkezetváltást végre kell hajtani. És olyan dolgokat végre kell hajtani, és nekem ezért tűnik nagyon tisztességesnek György István programja, mert egyetlen egy eleme sincs a programjának, amely ne lenne teljesíthető. Egy gondolatot hadd mondjak ehhez. Párt szempontból egy ilyen új szocialista pártnak az lenne a legjobb dolog, hogy kihagyni a következő választásokat. Nyerje magát halomra az ellenzék, aztán 2 év múlva, mert 5 évet úgyse húz ki, 2 év múlva a következő választásokon akkor fellépni. Amikor már őnekik sem csak szövegelni kell, hanem a tettekről is el lehet számolni. Szűk párt szempontból ez lenne a legegyszerűbb. Csak egy a probléma. Ez alatt a 2 év alatt csődbe menne teljesen az ország. Ez a gond. Ezért nem lehet párt szempontból küzdeni, és ezért miközben azt mondjuk, hogy egy ilyen pártot kell csinálni, és ebbe kell az MSZNP-n belüli felelős erőket, illetve MSZNP-n kívüli erőket összefogni, akkor egy kicsit a nemzetért érzett, a hazáért érzett felelősség is munkál. Én nem csak attól félek, hogyha különböző ellenzéki erők, de hát van egy kis felelősség is az országért, nem csak párt szempont. Nem is kis felelősség, nagy felelősség, hiszen amiről az Imre beszélt, a 70-es, azért tartunk ott, mert a 70-es évtized közepétől kezdve elodázta a vezetés a népszerűtlen intézkedéseket, és ezek halmozódtak mára ilyen mély válsággá. Sokan mondják és óvják az embert, hogy te most tarts távol magad a politikától, mert a mostani nemzedéket le fogja darálni a történelem, le fogja darálni a válság. De itt van a nemzeti felelősségérzet, amiről az Imre beszélt. Ezért az ellenzéknek azon erőivel, józan erőivel, akik népben, nemzetben gondolkodnak, ahogyan Veres Péter fogalmazott, és ami ez a Györfi István barátomnak a választási jelszava, a népért, nemzetért, igen, közeli parafrazálása ennek a Veres Péteri mondásnak. Szóval itt nem jelszószerűen, nem szlogenszerűen, tényleg valamiféle nemzeti összefogásban kell gondolkodni, mert különben nem fogunk kilábalni a csődből. Ezért kell, és ezért van igaza az Imrének, hogy a reformszocialistáknak akkor is, ha népszerűtlen, egy következő koalícióban, ha úgy adódik, vállalnia kell a közös felelősséget. És vállalják majd ezek az újonnan alakuló, illetve majd még alakuló pártok az MSZ a lehetséges győztessel, esetleg az MSZNP-vel a koalíciót? Vagy pedig újabb harcok következnek, és újabb 2 évek, és megint újabb 2 évek, és soha nem jutunk el odáig, mint a józan parasztival belegondolva a nyugati kultúrákban, ahol ugyan nagyon-nagyon dominál egy-egy pártnak a financiális helyzete, sőt, vannak a 10 milliósok, a biliárdosok, meg a stb., és igencsak keményen befolyásolja azt a tényezőt, hogy győznek-e vagy sem. És eljutunk-e majd valaha oda, hogy végre nem, hogy végre ráébredünk arra, hogy eszköz csupán a politika egy gazdasági megerősödéshez, hogy nem
hogy a vezető kiválasztásunk, a recept, amit a reformban olvastam, borzasztó jó, hogy nem mozgópontokat kiválasztok, aztán tönkretéve vele önmagát, meg még a környezetét is, hanem, és meggyúrom jó káderré, hanem úgy igazi alkalmas emberek végre, mikor? Mert ezek a két évek telnek, egyik pár győz, másik veszít, és koalíciót nem látok ebben igazán. Most ezzel kapcsolatosan, hogy ők úgy gondolják ezt, mi nem tudjuk pillanatnyilag. Én inkább azt mondanám el, hogy amikor a Népért Nemzetért Választási Szövetséget megalakítottuk, és ennek a programját elkezdtük kidolgozni, akkor mi vezérelt bennünket? A verespéteri mondás, Csaba, hogy népben, nemzetben gondolkodva, az azért nem lehetett, mert ezt az Alai Hilla fejlécére írtuk fel a pártértekezetet követő napon a Világproletáriai Egyesületek helyett. Ezért lett a Népért Nemzetért, mert mi ezt is így gondoljuk komolyan. Abból indultunk ki, hogy ez az MSZNP sem az utódpártja nem képes arra, hogy ezt a válságot egymaga kezelje. Ehhez nemzeti összefogásra van szükség, a nemzet legjobb erőinek az összefogására, ha erre lehetősége lesz az egész nemzeti indulatnak. Abból indultunk ki, hogy lejárt annak az időszaka, amikor bizonyos központokban kidolgoznak mindenkire érvényes direktívákat és elképzeléseket, és ezek soha nem találkoznak az emberek gondolkodásával. Abból indultunk ki, hogy megfogalmazzuk azokat a legfájóbb pontokat, amelyekért el kell menni szólni, hogy ezek változzanak Budapestre, a parlamentbe. És mi folyamatként kezeljük mind a 14 pontot. Olyan folyamatként, amiért állandóan és permanensen, ha úgy tetszik, üvölteni kell ott azokkal, akikkel együtt lehet. Nagy Imrékkel, Tabajdi Csabákkal. Mert ezek soha nem lezárt folyamatok, de változtatni csak így lehet a dolgokon. Azt mondták az zalaegerszegi városi pártértekezleten, hogy ha a 13 plusz 1-ből 10 megvalósul, akkor már nyerő. Egy sem fog megvalósulni. Mert ezek nem megvalósítható dolgok, ezek kezelhető dolgok. Örökösen is mindig. Mert mikor azt hiszük, hogy most elértünk valahova, most ez jó, abban a pillanatban el kell kezdeni megváltoztatni, mert hogyha ott abba hagyjuk, akkor újra rossz lesz. Szóval ez a szerint felismerés. Az, hogy nem akarunk egyedül megoldani semmit, de részt kívánunk venni mindenből. Ha erőnk van, akkor nem megyünk ellenzékbe. Mert én úgy érzem, hogy azok a választók, azok legyenek egy vagy másfél millióan, vagy legyenek százezren, de ránk adták a voksukat, azokat valamilyen módon mindenütt képviselni kell. Ellenzékbe vonulni nagyon könnyű. Nagyon népszerű dolog. Sőt, én boldog lennék, hogy ellenzéki lapnak lennék a vezetője. Mert aztán akkor tudnék csipkenni rendesen. De hát nem ilyen a világ. Nem ilyen Magyarország. De az biztos, hogy nekik is egyezkedni kell. Nekik is csak akkor lesz sikerük, és a nemzetnek akkor lesz sikere, hogyha azt látják, hogy kivel lehet itt változtatni. Jó, hát én, mint a egyik házigazda, szeretném megköszönni a lehetőséget és vendégeknek azt, hogy a kérdésre válaszoltak. Ennyit terveztük, ennyit gondoltunk a mai beszélgetésre. Hát programon kívül lehetőség nyílik, én megköszönöm még egyszer, hogy eljöttetek, érdeklődtetek, és mindenkinek további jó munkát kívánok. Én úgy hiszem, hogy a motto, a szellem itt mai nagygyűlés és itteni beszélgetésen elindult bennünk. Én azt igénylem, és azt kérem, és azt javaslom, hogy ennek a szellemében dolgozzunk, és ennek a szellemében teljenek a mindennapi munkának a tevékenysége. Köszönöm, hogy eljöttetek, mindenkinek jó pihenés, jó éjszakát, szervusztok! Köszönjük szépen!